Tisztelt Országgyűlés, dr. Kis Zoltán, az SZDSZ képviselője interpellációt nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszterhez. Diagnózis: szakmai tehetetlenség szülte agresszivitás címmel. Kis Zoltán képviselőre a szót, tessék, és csöndet kérek. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, tisztelt távollétében is köszöntött miniszter úr. Vannak helyzetek, amikor egy felelős pozícióban lévő ember szembesül azzal, hogy a felvállalt feladattal nem képes megbirkózni. Ilyenkor alapvetően két választás előtt áll. Korrekt módon levonja a megfelelő konzekvenciát, feláll a székéből, és átadja azt egy valóban hozzáértő szakembernek. A másik, kevésbé korrekt megoldás, hogy újabb ígéreteket tesz, majd miután bebizonyosodik, hogy az újabb ígéretek csak az időhúzást szolgálják, fenyegetésbe csap át. Miniszter úr, ön a második utat választotta. A Csongrád megyében tett látogatása kapcsán önön szemmel láthatóan elurakodott a szakmai tehetetlenség szülte agresszivitás. Tavaly ön a gazdáknak olyan ígéreteket tett, amelyekről már akkor tudni lehetett, hogy ön sem tudja és nem is akarja azokat teljesíteni. Most, amikor a gazdák joggal számon kérik öntől az ígéreteit, taktikát váltott. Legjobb védekezés a támadás alapon fenyegetőzni kezd. A sajtótájékoztatóján az elkeseredett gazdák márciusra tervezett demonstrációjára így reagált. Idézem a Délvilág február 21-i számát. Nem engedi, hogy egy-két ügyeletes hőzöngő azzal a gázolajjal menjen el tüntetni, amihez a támogatást a független kisgazdapártól kapja. Szeretném ezen a ponton megjegyezni, hogy a független kisgazdapárt szerencsére nem azonos a Magyar Köztársasággal, vagyis az állampolgároknak nyújtandó kedvezményeket nem az egyes pártoktól, hanem a magyar államtól, közvetve az adófizetőktől kapják. Ön mindezek után azzal fenyegette meg a gazdákat, hogy aki akar, az sztrájkolhat, de ön majd feliratja a traktorok rendszámát, lévén, hogy önnek semmilyen jogosítványa nincs arra, hogy hivatalos rendszámokat irattasson fel, pusztán az írói munkássága részeként jegyzetelgethet az útszélén. Maximum orvosságot irathat fel a szakmai tehetetlenség szülte agresszivitására. Kérdezem, miért fenyegetőzik egy szaktárca minisztere ahelyett, hogy a megoldásokat keresni? Miért tesz ön felelőtlen ígéreteket a gazdáknak, ha előre tudja, hogy nem szándékozik azokat teljesíteni? Milyen eszközökkel szándékozik fellépni a félrevezetett gazdák ellen? Kivel akarja feliratni a gazdák rendszámát, az FVM vagy a belügyminisztérium embereivel? Egyeztetette ez ügyben Pintér Sándor belügyminiszter úrral. Köszönöm szépen. Az interpellációról Szabadi Béla politikai államtitkár úr válaszolt. Tessék, államtitkár. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam okfejtését. Röviden azt tudnám válaszolni, hogy én is tudnék orvost és orvosságot ajánlani, de helyett azért egy konstruktívabb választ is fogok adni. 1995-ben és 1997-ben számtalan agrárdemonstrációra került sor. Nyilvánvaló, hogy a 97-es, sőt még a 98-ra is kiterjedő agrárdemonstrációk megviselhették képviselő úrnak a idegeit. Ezért aztán nem is csoda, hogy amikor a hivatal átadás átvételére érkeztem önhöz, legelőször praktikus megoldásként a hátsó kijáratot mutatta meg, amit többször sikerült igen alkalmasan felhasználnia. El szeretném önnek mondani, hogy a fenyegetőzés nem a független kisgazdapárt vagy a koalíció pártjainak eszköztárába tartozik. Nem akarom elmondani, hogy kinek. Pártunk folyamatosan teljesíti a koalíciós kormány részeként azokat a programokat, amelyeket elhatározott. Ha összehasonlítjuk az önök kormányának időarányos teljesítményével, nincsen szégyenkezni valunk, hiszen 8 hónapos semmittevés után a bokros csomag romboló tevékenységét tudták ennyi idő alatt felmutatni. A mai kormány és a független kisgazdapárt is nemzeti ügynek tekinti az agrárgazdaság kérdéseit.
Ezért a kormány már megalakulásakor nemzeti egyetértést hirdetett meg. Ennek a nemzeti egyetértésnek a kifejezője az az agrármegállapodás, amiről ön most olyan lesújtóan nyilatkozik. Ezt az agrármegállapodást egyébként szeptember 15-én írták alá, amikor a költségvetés összeállítása csak folyamatban volt. Ön nyilván tudja, hogy a költségvetést az év utolsó napjaiban fogadta el az országgyűlés. Arról, ami ebben a megállapodásban van, hogyha ön ezt áttanulmányozta, láthatja, hogy vannak kötelezettségek és vannak javaslatok. Tehát mindaz, ami itt le van írva, azoknak egy része csak javaslatnak tekinthető, mi a kormány helyett kötelezettségeket nyilvánvalóan nem vállalhatunk. Ennek az agrármegállapodásnak számunkra legfontosabb pontja az, hogy a tárgyalófelek kijelentik, hogy továbbra is tárgyalásos alapon rendezik a vitás kérdéseket, és ennek érdekében az agráregyeztető tanácskozásokat rendszeresen megtartják. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem demonstrálnak, hanem tárgyalnak, megegyezésre törekszenek. Ezért ezzel a megállapodással nem áll szemben az agrártámogatási rendelet 411-es paragrafusa, amelyik kimondja, hogy aki a támogatás vagy annak akár részbeni felhasználásával beszerzett eszközt a rendeletben meghatározott céloktól részben vagy egészben eltérően használja fel, attól a támogatás megvonandó. A támogatás visszafizetése érdekében a szükséges lépéseket haladéktalanul meg kell tenni. Képviselő úr azt mondja, és nem tudom, hogy a MOSZ-nak erről mi a véleménye, tavaly ön a gazdáknak olyan ígéreteket tett, amelyekről már akkor tudni lehetett, hogy nem tudja, meg nem akarja teljesíteni. Összeállítottam, hogy mi teljesült ebből. Majdnem minden teljesült. Idő hiányában nem tudom ezt mind felsorolni. Képviselő úr megnyugtatására parlamentben önnek ezt készséggel átnyújtom, hogy át tudja tanulmányozni, és képben legyen, úgyis, mint képviselő volt, politikai államtitkár és a mezőgazdasági bizottság tagja. Kérem, válaszom elfogadását. Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem kis képviselőt, elfogadja az államtitkári választ. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nem nekem lenne szükségem erre a dokumentumra, hanem azoknak a gazdáknak, akik még nem vették észre, hogy teljesültek az ígéretek, és úgy tűnik, hogy még önként nem álltak el attól a szándékuktól, hogy ezzel a kormányzattal szemben valamiféle demonstrációra vetemedjenek felelőtlen hőzöngő személyek, mint ahogy 97-ben nem így titulálta a miniszter úr ugyanezt a kört, amikor valóban ellenünk tüntettek. Szerettem volna 4 kérdésre választ kapni, ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy önnek könnyebb lett volna a válaszadás, ha ténylegesen van közöttünk munkakör átadása, átvétel eljárás, mert akkor tanulhatott volna tőlem, hogy hogy kerülhess el ezeket a helyzeteket a jövőre nézve. Köszönöm szépen. Nem fogadom el a választ. Ha jól értettem, akkor nem fogadt el kis képviselő a államtitkári választ, ezért kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 160 igen, 105 nem, 11 tartózkodással elfogadta.